hol vannak a izék, drága? Közelső rajongó, szeretettel köszöntelek, nagyon jól áll nekem a neon. Figyelj ide, visszajöttünk, on est arrivé à Montréal. Nem tudod elképzelni, millió volt az ügy, anyukám, voltunk a Encinél, láttad a előkelőbe. Most már itt vagyunk Montrealba, és természetesen nekem Anna vannak kell glutén fry vajat vennem, ezért csinál ki, mert holnap jön a kis unoka testvérem, tudod? Mármint mindegyik. Hol a Xavier, mondom a neveket, Xavier, Milán és Pascal. Pascal Nunavutban vagy hol a fenében dolgozik, eszkimókkal van, érted? És akkor most hol? És akkor most én, mondjuk a gasztrocillába ugrom neki, mert csinálom a sakszukát, tudod? Az az egy, amit tudom, de azzel elkápráztatom a rokonyokat, tudod? A kis unokaöcseimet. És akkor jól megetetem őket, és Joe bácsi, érted? My Joe bácsi, a nagybácsi, vet jegyet, a legpuposabb. Tudod, mint a legpuposabb? Nem tudod. Écoute moi, je te dis. A hoki. A hoki olyan, mintha Amerikába te elmennél, nem más tejtermék. Hogy az olyan, mint a basketball in the United States. So if you go to America, it's basketball. If you go to Canada, it's hockey. Nagy ütő, korong, üti, tudod, ez egy angol sport, majd ezt én elmondom neked, unatkozó kanikanyukám, a jéger ugdostak valami ízét, és abból lett a hoki minden, aztán ütötték a ütővel. Na és elmegyünk megnézni a Canada-Pittsburgh meccsre fogunk menni, és a kis unokatestőim visznek ki, egyik jobbról, másik balról fogja az öreg Cillát támogatni, mert én ott fogom kérdezni, hogy ez mégis mi a lóasz történik itt, mert semmit nem fogok érteni az egészből. Úgyhogy azért engemet visznek, de hol a urva anyjában van ez a csicska, drúgnék rá kettőt, ez egy laktózmentes majomvaj, mert most mi szanlaktóz, szangluten, gluten-fry, és laktózfrájban vagyunk. Beurre salé, passa. Laktózfri. Jó. Jézusom, mekkora anyukám. Kja. Rohasz eszik meg egy ekkora vajat. Ebből nem tudnak kicsit csinálni. Úgyhogy mindegy. Ja, mindjárt megmutatom, hogy itt mit tesznek össze-vízre. Ez is Kanada. De ez ugye a francia Kanada. Ezek nagyon... A kanadaiakat jobban cipálom, mint az amerikaiak. Az amerikaiak, hát azok nekem olyan amerikaiak, ahogy a nagyanyám mondta. Te az amerikaiak ott vannak még? Mondom, mama, van nevük. Csak amerikaiak, mondta Judit néni. De... Szóval ennyit kell tudnod, úgyhogy holnap majd meg fogod ismerni az összes unokatestvéremet, ugye Attilát már ismered, vele már találkoztál, őt már meg... Na, jó, ki is nézted magadnak, rúgjak rá kettőt. Van asszonka otthon, hogy hívják? Carly. Carly van otthon a kutyákkal, mert ha Attilának van két huskya, vagy mi? Igen, huskya, meg egy, tudod, amivel kiszagolják a izét. A kábítóst, meg a pénzt, meg a fegyvert. A pénzt nem szagolják ki, a izét szagolja ki. A kábítóst szagolja ki a labrador, meg a fegyvert állítólag. Várjál, paradicsomszószt kell vennem, pizzaszószal nem kell. Miért vagyok napszemben, szerinted miért vagyok? Fogalmam sem, nem tudom hova tenni. Ne kötözködjél már, azért van rajtam. Igen, paradicsomszószt kell vennem. Megcsinálom a sakszukát a fiúknak. És utána meg még csinálunk egy potiront, érted? Egy jó, egy sütőcsökös leves fog készülni. Drága aranykövető, azt mindjárt majd hazaérünk, azt majd mutatom, mert Illit kilököm a konyhába, és oda, ő meg valami ízé, valami sloppy joe-t csinál, ne kérdezz, hogy mi ez a sloppy joe, ezzel ijeszget engem. Milán imádja a sloppy joe-t, hát hogy sloppy az nem tudom, meg van valami, azt mondja, hát az nagyon jó. Mondom, mondjam egy nagyon, egy igazi, eredeti québécois, québéci kaját. Paté chinois. Te mondom, a kínai paté az mit? Hát, az már pedig ide valószínű. Hát mondom, akkor taka. Jó, fagyit nem kérek, köszönöm, Kanadában vagyok október közepén. Nem baj, ugye, ha nem kérek fagyit.
És hova kell még mennem? Hát Anna-Marit kéne összeszedni. Nézzük, hogy ide rájuk rohad, annyi minden van. Cseh, azért ez az amerikai kontinensen egy petit túltermelésnek tűnik minden, tudod? De nem baj, csak úgy mondom, tudod, hogy... Nézzük, szállom. Várjál, egy fehérborra repüljünk már. Abból bajod nem lesz, nézd meg. És abból a fehérborokból... Nagyon jók, ugye Sablicila vagyok, de nagyon jók a új-zélandi chardonnék, ha olyat te látod, vagy a Pinot Grigio. Érted? Anna-Mari szerint 8 euró alatt nem veszel bort, mert azt nem iszod meg, az olyan. Keep calm. I'm not gonna... You never keep me calm. Aha. New Zealand. Ezt mondom te néked. És ez mibe kerül? Idegbe leszek annyiba? Mindegy. New Zealand, Morgan Hill. Sauvignon Blanc, az AU franciául ó, Sauvignon, nem Sauvignon. Érted? Ne beszélj zöldet. Igen, most már nincs más dolgot követőnek, rajongónak, mint hogy egy Anna-Máriát összeszedjél, mert az úgy eltűnt, érted, mint az aranyóra, és így sorokba így benézel, igen, kis eladó asszonkát látom, 3-2-1, igen, nincs ott, 3-2-1, nincs ott, 3-2-1, hova tűnt? Gondolom valahol még itt van. Lehet, hogy ő is hogy a gluten-fried keres. 3-2-1, ott van. Tudod, mi van itt? Mert itt vannak a gluten-fried dolgok. Ancsa Mari! Ne, azok mikor akar csinálni valamit ebből? Holnap, vagy ma? Lesz lő. Igen, mert azt mondta, hogy tegye vissza, mert van neki másfél kilója. Akkor tedd vissza. Hát de ha ma akarod, az le van fagyasztva. Hát akkor holnap? Hát mennyit fogok, ha az Ildinek van? 6.55-öt. Kétszer. Szia! Jézusom, nézd! De jó, hogy a nénikém az lefagyaszt. Lefagyasztalak én téged, követő rajongó. Te ez az izja, és kézzel el, hogy amikor gyerek voltam, akkor ugye nem mentünk sehova, hogy majd a Milán elmeséli, itt biciklizünk, ez volt mindennek a központja, ez volt a kulturális életünk, ez volt a szórakozás egyben minden. Az Izsea, szerinted? Azt hittem, hogy agyaszt kapok egy pillanatok alatt. Várja ezt, igen, várja, hozzad vissza a csirke mellett? Mert unokaöcsének csinálom, mert állandóan fogyózik, mert az meg, na hát az is nagy cula, mit gondoltál? Az is izé, edz meg minden, nagy bodybuilder Kani az is szálló. Várjál, ez kicsi vödő sárkütri, ilyen prosciutto, ikoiza, prosciutto, hogy adott 13.70, egyed meg te, jó pofa vagy, hát teljesen kiidegelem magamat. Sopi Balcila, meg te is, mert tudom, hogy unod, de nem érdekel, anyukám. Ja, ízét akarok venni, még humuszt, az egészséges. Igen, ez humusz? Regard. Hát ezek mindent összeesznek, caciki, azt csipálom, még akkor is, ha öddodós. Igen, és humusz keressél már nekem, ja, itt van. Jó, jaj, tudod, mi van, humuszról jut eszembe? Jom Kippur, anyukám. Elkezdődött a Jom Kippur. Olvassál utána, vagy kérdezd meg a Kitty barátos nőmet, ha tudni akarsz valamint a Jom Kippurról. Jó, ez betráveszti, te szeretem. Tudod, cékla és izé, pomme de terre. Oh la 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 la, de attends, hummus, mais il y a de hummus avec carottes, mais pas avec des carottes, pas avec oignons. Attends, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Allez, au revoir. Befogtam a lányokat, nézd meg, érted? És akkor ez a sütőtökrémlevest készítünk, azt mondja, 1 kiló sütőtök, pipa, 3 dekavaj, pipa, hagyma, pipa. 40-50 percig fogjuk sütni, 190 fokon, mi 200 fokra lökjük be, és utána nekiugrunk az egésznek. Aztán úgy a legegyszerűbb félbevágjuk, kimagoztam, így nem kell darabolás, a pucolással bajlódni, igaza van. Óriási a különbség a izé. Amíg sül, 3 deka vajon puhára pároljuk a felaprított hagymát a kakukkfűvel, Ildi löki be a Thermomix-ébe. Igen, átlátszó, hozzáadjuk, azt meg 90 fokon fogjuk készíteni. Mindjárt rá is repülök, hogy ez hogy néz ki. Igen, szerecsendiód van itthon, Madame Fleuré? Szerecsendiód? Muszkátnusz.
Van. Múzia, hány fok? Marci. Nem jön rögtön a 400, hanem... Fahrenheitbe beszélünk, a krumplival tessék foglalkozni, hibákat kivágni, apróra kockázzuk a krumplit, az volt a kérés. Addig Ildikó, a tanti, ugye neki ugrik gyönyörűen, mert akkor ugye utána pedig ráröpülünk ugye a Thermomix-a. Én már a tököt, azt ugye össze. Így? Jó, az majd igen a sütőben. Oda cicamítem, ott abban. Itt, organik. Ja. Na a kutya kajába is meg a szád, Marci. Te ezzel jössz, a követő rajongó, hát én most a sütőtök. Mert akkor nem vagy, megvárjuk a 400. Meg kell várnunk a 400 fokot, nagyon és jó. Utána puhára sütjük, mert akkor lesz édes, finom és omi. Nagyon jó. Alexa, il y a personne qui a parlé avec toi. Alexa, ferme la lumière dans la cuisine. Na? Nem hajlandó, ez a te hangod, ez nem. Alexa, ferme la lumière. Alexa, ferme la lumière dans la cuisine. D'accord. Igen. És leúrta a villanyt pillanat alatt az Alexa. Alexa, ouvre la lumière dans la cuisine. D'accord. Wow. Alexa, tu me comprends? Így az Alexa megértett engemet. Hú, nézd oda az intelligent. Jó, és ez ebből majd ebből a saksuka fog készülni, de most várjuk, hogy a tök. Ja, és ott mutatja, hogy melegszik a sütő? Igen. Ja, csak Fahrenheit pedig. Jó, hát akkor erre várjuk. Csapa.